Köszöntöm kedves nézőinket! Szinte nincsen olyan birkafőzős riportunk, anyagunk, amiben Csontos György birkafőző ne szólalna meg, vagy ne kavarná meg a rotyogó birkapörköltet. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon köszönöm, és én is tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Gyuri bácsi, honnan ez a tudás? Hát a tudás az nagyon mélyre gyökerezik, mert a Csontos család generációkra visszamenőleg mindenki pásztor volt, a juhászok inkább, és tehát az én édesapám, nagybátyám, nagyapám mindenki pásztor ember volt, sőt a nagyapa 92 éves korában halt meg, ők, akire visszaemlékezett, mindenki juhász ember volt a családban. Tehát itt apáról fiúra szállt a birkafőzésnek a tudománya, ugyanúgy, mint a juhászat tudománya is, és én ugye megtanultam az apámtól, nagybátyámtól, nagyapámtól, és én átadtam a fiaimnak, Gyuri fiamnak, Péter fiamnak, és itt van a tudás átadás is, vagy örökség átadása, amikor erről beszélünk, és ott van már két kis unokám, a Gyuri fiam részéről, a Gyurika és a Gergő, ők már szintén tanulják és kavargatják a birkapörköltet. Tehát nagyon régóta főzik a birkát. Tehát, egy picit most előre mentünk, mert erről akartam kérdezni Gyuri bácsit, hogy ugye tudjuk azt, hogy Peti is, Gyuri is mindig indulnak a birkafőző versenyen, birkafőző fesztiválon. Nekik ezt meg kellett tanulniuk, mivel ez ugye a családban hagyomány volt, vagy ők akarták ezt megtanulni? Persze egyáltalán nem kellett őket ráerőszakolni, ezt a tudomány, hogy így mondjam, mert sajnálom, hogy nem hoztam egy olyan fényképet, mikor Péter fiam 4 éves volt, és akkor volt a névadója, 4 éves korában, és amit én levágtam birkát, már ketten nyúzzuk a birkát az ő névadója, tehát a saját névadójára már úgy, ahogy egy kisgyerek, egy 4 éves gyerek, egy kis késsel, egy hokellin állva már nyúzza a birkát, igen. Hát az, hogy kán se tudott benne tenni, de azért már ugye megvolt azok a fogásokat már tanígattam, és ugyanúgy, tehát a Gyuri Káros, Gyuri fiamra elmondható, tehát egyik gyerek se kellett ezt ráerőltetni, hanem tehát eleve ellesték tőlem ezt a nyúzás tudományát, főzés tudományát is, tehát ők aktívan részt vettek már kicsi korukban is, mivel ugye a tanyálakunk, saját birkáink vannak, ha gondoltunk egyet, akkor leváltunk a család részére, de én sok meghívást kaptam már akkor is lakodalmakba főzni, különböző társadalmi rendezvényekre, TSZ-ekbe, közgyűlésekre, tehát sok rendezvényre. Volt idejük látni. Így van, és nagyon sokat levágtam, megfőztem, és ők mindig ott tüsténkedtek a kaszlóim mellett is. Tehát innen az a tudás, amit ma már azt mondhatom, és minden szerencsétlenség nélkül, hogy már tehát olyan szinten főznek, mint én, habár talán azt is elmondhatom, hogy eredményesség szempontjából már még fölül is múltak engemet, aminek én nagyon örülök, mert tehát ugye akkor örül a mester, amikor a tanítványa már eléri azt a szintet, vagy túlszárnyolja. És nálunk a családban ez tényleg így történik. Ehhez szívből gratulálunk. Gyuri köszönöm bácsi szépen. Azt már elmondta az előbb, ugye, hogy van a két fia, azt tudom, hogy mind a két fiú révén vannak unokák, Peti révén ugye kislányok igen. vannak, nem tudom, hogy ők belevonhatóak lesznek-e majd ebbe a családi történetbe, de a Gyuri kisfiai, ők főzögetnek, vagy kérdezősködnek, hogy szokott ez menni a családban egy-egy alkalomkor? Hát kérdezősködnek, meg tevőlegesen is most hozzá rakják magukat, hogy így mondom, mert mi tanyasi emberek vagyunk, és ugye sok állatot tenyésztünk, többek között rengeteg a kakas. Ez csak azért van szinte ilyen sok, mert az unokáim állandó jellege, hogyha jönnek a tanyára, mindig azt mondják, hogy mama vagy papa kakas főzél. És a múltkorában történt, most nem én főzöm meg a kakas, hanem tehát ugye föl volt darabolva, és oda jöttek a kaszorú, és akkor ők készítették fel. Ők kavarták, ők kóstolgatták, és tényleg azt mondom, hogy olyan szájűzük van, hogy már meg tudják mondani, hogy most papa ebbe só kell, vagy csípés paprika, vagy színes paprika, ami, tehát ugyanígy a birkafőzésnél is, hogyha főzünk egy birkát, vagy több birkát, és akkor volt olyan, hogy lakodalmon 5 birkát főzünk, és akkor oda jönnek a gyerekek, és kimondottam, megmondjuk nekik, hogy most kóstoljátok végig azt a birkát, és akkor megmondják, hogy papa vagy apa, ebbe még sót tegyél, ebbe még csípés paprikát tegyél, tehát annyira kialakul már az ízvilág ilyenkor a gyerek szájába. Tehát ezt ilyenkor kell megtanulni, nem 50 éves korában lesz birkafőző az ember,
hanem az, ő is megfőzi a birkát, gondolom az 50 éves ember, aki akkor főz először, de tehát ez kicsi korától kezdve. Tehát mondhatnám azt, hogy ezek benne vannak a génekbe. Tehát én oda voltam Aradon, tavaly Magyarország híres borászainak főztem birkát, és akkor azt mondta a házigazda, hogy Gyuri, tehát olyan birkát sikerült főznem, tehát mindig odafigyelünk, és aki minket megkér, biztos, hogy minőséget szoktunk szolgáltatni. És akkor azt mondta, hogy te nem most tanultad ezt a birkafőzést, te már az előző életed is birkafőző voltál, mert tényleg úgy sikerült is. Tehát visszatérve még az unokákra, tehát én is gyerekkoromban ugye elsajátítottam is, hogy itt vannak az unokák, és most már ők is benne vannak, és bízom benne, hogy tovább viszik ezeket a hagyományt. Gyuri bácsi hány évesen főzte az első önálló birkapörköltjét? Hát olyan 20-22 éves lehettem, és ezt édesapámnak a... 22 évesen főzte az első önállót? Igen. Tehát akkor adtak rá, gondolom, a régi világba lehetőséget. Igen, tehát ugye előtt ugye már hozzá, tehát ott vannak a kaszai környékén, ez éppen olyan dolog, mint a disznóvágás is, ugye, hogy a kisgyerek, hogy ott kotya leskedik, ugye már reggel ugye a kis tüzet ottan ugye tápláltuk, tehát, de akkor még ugye nem bízzák úgy rá, tehát a semmiféle, tehát olyan komoly tevékenységet, ami majd ugye még valamikor ugye még visszajött, tehát nem fogyasztható, hogy így mondom. És hogy sikerült akkor? Tehát nagyon jó sikerült, megmondom őszintén, hát akkor ugye egy kicsit lámpalázas az ember maga odafigyel, még jobban. Tehát mikor legjobban figyel az ember, akkor talán sikerül legkevésbé, úgy, ahogy elgondolta, de jó volt. Hát azt a kritikát kaptam, hogy talán még, hogyha tovább folytatom, biztos híres főző lesz belőle. Volt már olyan esetleg, hogy azt mondta, hogy na hát ez nem az én szintem. Tehát nem arra gondolok, amikor ugye megrendelésre főz, és ugye említette, hogy akkor a minőséget adják, hanem otthon nem figyelt oda, beszélgettek közben, vagy egy nem lehet hibázni. Tehát hibázni nem lehet. Megmondom őszintén, hogyha a tanyát, tehát összejöhet, hogy névnapra vagy akármilyen alkalommal főzem a birkát. Tehát már most páholyban vagyok, meg könnyen beszélek, mert a gyerekek ugye már megcsinálják. De mindig akkor ott kevésbé sikerült olyan jól, mint hogy elképzeltem, mert mindig még el kell szaladni, mert a birka már jött be fel, akkor kutyáztad vissza a birkát, vagy valami. Tehát mindig másfele elterülődött a figyelme az embernek. Tehát nem csak oda fókuszált arra a birkára, amit én főzök, és én bennem megvan az a tulajdonság, meg a gyerekeimben is, hogy még másokat, tehát egy olyan teher, hogy összeroppant egy ilyen nagy főzés kapcsán, tehát egy ilyen főzőverseny vagy lakodalomban. Tehát mi akkor főzünk a legjobbakat. Tehát, teher alatt nő a pálma, így van, szokták így van, mondani. Tehát, igen. Eddig hány pörköltet főzött? Meg lehet-e ezt számolni? Vagy valameddig számolta és föladta? Nem számoltam. Annyit tudok, hogy egy évben, amit legtöbbet megfőztem, az 56 darab birka volt. Tehát sok százra, tehát egy nyájra való lehet már annak a birkának a száma, amit megfőztem. Tehát én nem számoltam sok, nagyon sok száz. Említette, hogy vannak otthon is birkák. A jó birka pörköltnek ugye már majdnem, hogy itthon lerágott csont, hogy mi kell hozzá, mert ezt tudjuk, de mennyire befolyásolja a birka minőséget? Tehát, hogy mi alapján választják ki például azt, amivel ugye általában mondjuk neveznek a birka főző fesztiválra? Gondolom nem úgy van, hogy jó lesz ez, ami éppen ott szalad a közelben, hanem valahogy kiválasztják a megfelelőt? Igen. Igen, és akkor úgy kezdeném ezt, hogy a birka főzés tudománya már a birka hodájába kezdődik el. Tehát a maga birka kiválasztásnál, mint ahogy mondtad is. Tehát, hogy a főzésekre egy olyan 5-6 éves jókondíjú birkát szoktunk levágni. Ez legyen örű, vagy lehet anyabirka, lehet. Tehát akkor az inkább kevesebb szer ugye kerül kaszorba, mivel ugye abból van kevesebb, de akkor is nagyon jó vágon, nagyon jó húskitermelés. Tehát húskitermelő. És tehát a kiválasztás, tehát az 5-6 éves birka. És ugye én mindig azt mondom, amikor egy interjút adok a főzés kapcsán is, hogy tehát a sziki birkának van a legjobb íze. Ugye én ott lakok, az én birkám Hungarikumnak is lehetne nevezni őket, mert ugye ott a kín a sziken legel, és ugye azokat a sok mindenféle füveket, amit ugye úgy legel, tehát attól lesz szerintem ízletes a húsa, mert mondok erre egy példát. Tud válogatni magyarul. Tud válogatni, igen. Én főztem egyszer egy lakodalomba 5 birkát kellett főzni, de csak 3 birkát tudtam adni a sajátomból, 2 meg úgy vettem, akik úgy hozzák vidékről és árulják a birkát.
és ugyanúgy felkészítettem, mint az én fajta birkáimat, tehát amit én tenyésztek birkát, és mégse volt az a karakteres íze, mint hát ezeket, ezeket ugye tápra ráfogják, már befogják ugye tápra, és akkor az a mindenféle karbabíros tápon ugye nevelik, nem tudom, mit etetnek vele, tehát nincs olyan ízű az a birka, tehát maga a hús szerkezete, a rossz szerkezete a húsának, tehát az se olyan már, mint amit én befogok a legelőzős. És ugye sokan azt mondják, hogy a legelős birka nem jó, mert fűíze van. Valóban van ilyen, mert ha kora tavasszal mezőhegyre kiengedem a birkát, amikor lédús még a legelő, akkor egy kicsit ugye a húsz rostok is ugye fellazulnak, átvizesednek, de az amikor már kezd úgy keményedni a mező, akkor már tehát nincs jelentőség, hogy most én abrakos birkát vágtam le, vagy pedig amit a legelőről. Tehát akkor, kerítettem. Ha jól értem, akkor szokott olyan lenni, vagy olyan előfordulni, mert mondjuk nekem ez új, tehát én, hogyha mondjuk birkát főzök, bemegyek a húsboltba, veszek birkahúst. Igen, sok főző így van. Hogy gyakorlatilag, ha mondjuk Gyuri bácsi kap egy, vagy Gyuri bácsi kapnak egy felkérést, akkor viszik a birkát is, vagy van, aki lehet úgy kér, hogy akkor hozza a jó birkát. Igen, de annyi birkát én se tudok. Hát azt gondolom. Mert hogy én is benne vagyok egy támogatási rendszerben, nekem is van egy birtokon tartási kötelezettségem, amikor tólig, hogy egy fél évig a létszámnak meg kell lenni, és majd utána tudok selejtíteni. Tehát van, amikor ugye már eleve kiselejtítek birkákat, és akkor valamennyire ki tudom az igényeket szolgálni, de hát mindig nem, mindig nem. Tehát akkor ugye a gazdabalona beszerzi a birkát, de arra nagyon ügyelek, és erre nagyon kényes vagyok, hogy mert már jártam úgy, hogy azt mondták, hogy ne gyere, vagy ne csináljál semmit, csak gyere és főzd meg a birkát, mert fel lesz darabolva. Tehát egyszer beleszaladtam ilyen csapdába, de soha többet nem. És akkor ugye, mert én azt szeretem, amit én nyúzok, azt én darabolom, amit én darabolok, azt én főzöm meg, de az, hogy ugye a darabolásnak is, hogy megvan egy szisztematikája, hogy milyen legyenek azok a kockabúsok, milyenek legyenek a csontok, mekkorák legyenek arányosan a hús és a csont, és akkor az fűrészelvel legyen, ne legyen szilánkos, tehát erre nagyon oda kell figyelni. És tehát, ahogy mondtam, megjártam egy alkalommal, bizony az olyan darabokra volt fölvágva, hogy vinne kell, még szerencsé, hogy én készültem, vittem a kés fűrészt, és akkor még én azt, de többet tehet ez az időtartam, mint hogyha én elejétől kezdve ezt megcsináltam volna, vagy földaraboltam volna. Őszintén, a csontos családnak van-e valami titkos receptúrája, titkos fűszere? Igen, ezt nagyon sokan meg szokták kérni. Mert ugye mindig az van, hogy hát persze, mert a csontos család ők mivel tudnak többet, mindig nyernek? Nincsen egyáltalán titkos recept, sőt, én nagyon sok mindenkinek elmondtam, hogy én hogy készítem el. Csak van tehát egy olyan ízvilágot kell kialakítani, tehát akkor kezdem a fűszerezésen, ugye csak a hagyományos fűszerek, ugye ezt már, mint hogy mondod, hogy lerágott csont, hogy csak a vöröshagyma, de az is ugye ne idei, hanem inkább tavalyi legyen, akkor a száraz paprika, a csöves paprika, ugye, de az is száraz paprika legyen, fokhagyma, só, zsír. Ennyi a titok, tehát ezek az alapvető fűszerek, mert mindig abból kell kiindulni, hogy az őseink hogyan csinálták. Ugye abban a korban még nem voltak ételízesítők, meg erős pista, meg ketchup, meg azt sem tudom, hogy miket raknak bele, sok ember is akkor... Gulyáskrém, láttunk már olyat is itt a birka főzőn, hogy nyomták bele a gulyáskrémet. Igen, és tehát csak a hagyományos fűszerek, és egy olyan ízvilágot kell kialakítani, amit nagyon kevesen tudnak, és ezt nem bántam meg az embereket, de én ezt már kitapasztaltam hosszú, tehát évtizedeken keresztül, és én ezt átadtam a gyerekeimnek, hogy legyen olyan ízharmónia, hogy ne domináljon se a só, se a csípője, minden érezzen azért csak úgy kicsibe, de az ne domináljon egyik a másik fölé, tehát így mondom. Tehát így lesz egy harmonikus ízvilág, és akkor ha ezt eltalálja az illető, mert ahhoz nem kell sok ész, hogy még belehajtok 3 vagy 4 csöves paprikát, hogy olyan erős legyen, hogy az ember azt se tudja, hogy most lenyelje vagy ne nyelje le, mert én találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta, hogy neki a könnye is húlt, amikor az erős pörköltet egyik kezében nem a kenyér volt, hanem a zsebkendés törölte a szemét, közben megette a birka pörköltet. Tehát nincs titok, van egy ízharmónia, ezt kell eltalálni, és ha ezt eltalálja a főző, akkor szerintem ott van a legjobbak között. És amikor még a gyerekeket tanítottam, akkor azt mondtam nekik, hogy tehát olyan szinten kell megtanulni ezt a birka, meg minden mesterséget, nem csak a birkafűzésre vonatkozik ez, hogy olyan szinten kell ezt elsajátítani, hogy az átlagtól fölé menjen az ember, és akkor
mert átlag mester is van nagyon sok, ugye, csak így mondom. De ha azon fölül, azt már fölül, és akkor jönnek majd a meghívások, felkérések, rendezvények. És én azt hiszem, hogy jó úton jártam, hogy ezt átadtam a gyerekeimnek, mert tényleg azt mondhatom, hogy sok felkérésünk van, sokat vissza kell mondani, mert ugye időpontok ugye pontosan egybeestek. Tehát még egyszer azt akarom mondani, hogy nincs titok. Jó birka legyen, jó fűszerek legyenek, meg egy jó szájízű főző. Hát reméljük, hogy ezt a tanácsot most megfogadják a kedves nézők, azok, akik esetleg beneveztek a birkafőző fesztiválra, hiszen a csontos család most nem száll versenyben. Mi történt, Gyuri bácsi? Hát igen, ez úgy történt, hogy... Hol lesznek csontosék? Hát tengeren túl, így mondom. És akkor ez úgy történt, hogy 2012. decemberében engem egy telefonon fölhívott a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal igazgatónője, dr. Csonka Takács Eszter, és elmondta, hogy 2013 nyarán lesz egy nagy rendezvény, és erre a rendezvényre birkákat kellene főzni, pásztorételeket kellene főzni, pásztorkultúrát be kellene mutatni, esetleg betyár és pásztornótákat elénekelni, és tehát megkért rá, hogy megkérdez, hogy ezt el tudom-e vállalni. És akkor azt mondtam, hogy minden további nélkül szerintem ezenek a feltételeknek eleget tudok tenni. És a másik dolog, hogy nagyon köszöntem, hogy én rám gondolt, ugye, mert ez egy nagy felkérésnek találtam, holott volt benne egy kis csavar, mert nem mondta meg a helyszínt, hogy ez hol lesz. És akkor azt elmondtam még, hogy meg az egyik fiammal, fiamat is hozzam magammal, mert ez egy ilyen összetett dolog lesz, és akkor mondta, hogy ez a rendezvény 2013 nyarán Amerikai Egyesült Államokban és helyileg Washingtonban lesz megrendezve. Hát akkor egy kicsit én is úgy meglepődtem, mert ugye jártam már külföldön, de Amerikában még nem jártam, szerintem nem is igen jutottam volna el, hogyha nem kapom ezt a felkérést. Hát ugye a régi világban is tudja az ember, hogy Amerika mindig az ígéretek földje volt, ugye. Sokan szerettek oda kijutni, meg szerettek, sokan ki is jutottak, hát mi biztos nem jutottunk volna ki. És akkor én igen mondtam erre a felkérésre. És ez a fesztivál, ez egy olyan jellegű lesz, hogy tehát Magyarország lesz 2013 júniusában az Amerikai Egyesült Államok díszvendége. És Magyarországról egy kormány által delegált küldöttség utazik Washingtonba, és ebbe beválasztottak végül is engemet és a két fiamat. Tehát, szépen gratulálunk. Köszönöm szépen. Tehát jön velem Gyuri fiam, jön velem Péter fiam, és mint végül is kiderült, jön a feleségem is, úgyhogy az egész család utazik Amerikába. És akkor... Mikor lesz pontosan ez a rendezvény? Mikor utaznak? Június 24-én utazunk, és ez július 7-ig tart, ez egy kéthetes időtartam. Tehát 24-én utazunk, és akkor 26-án már főzni kell. Tehát kétszer 5 nap munkarap. Tehát ugye sokan úgy gondolják, hogy ez csak egy kiruccanás, meg egy nyaralás. Nem, ez egy erőltetett menet. Egy kőkeményen dolgozni kell, amit nekünk ugye nem újság. Tehát egyszer 5 nap munkanap, utána 2 nap pihenő, és utána megint 5 nap munkanap. Tehát így kétszer 5 nap, tehát 10 nap a mi munkanap. És hogy itten nem csak az, hogy a birkát kapjunk, mert olyan is lesz, hogy a birkát kapjunk majd megnyúzva, hanem kivisznek bennünket egy falmra, és akkor azt mondják, hogy Gyuri bácsi... Tehát akkor több helyen kell majd bemutatózni gyakorlatilag, ugye? Tehát végül is egy helyen kell, tehát nekünk a Kapitóliummal szemben van egy hatalmas nagy... Tehát mindenki, aki ugye oda kiutazik, itt már akkor elmondom, hogy lesznek ugye népi táncosok, lesznek kézművesek, sokan ugye nem is tudom hányan utazom, és akkor tehát magát a főzést mindig egy helyen kell bemutatni, egy színpadon. Lesz egy előkészítő helységünk, és utána lesz egy jurtaszerű, ahol a főzést mutatjuk be. És ugye, de lesz olyan, hogy ki kell menni egy formra, és akkor ki kell választani egy birkát, mint hogy itten a tanyán is kiválasztjuk, azt ugye levágjuk. Tehát ott a nyúzástól kezdve a asztal a kerülésig, tehát a főzésig minden munkafolyamatot be kell mutatni. Ami ugye nekünk ez mindennapos feladat, így mondom. Tehát itthon, de
hogy érzi, hogy milyen lesz ott a fogadtatása ennek az ételnek? Mert ugye nálunk itt hozzátartozik Karcagon, nem az, hogy mindennapos, de itt, hogyha mondjuk esemény van, birka kész. De ott, hogy van erre szájízük, vagy tehát hogy milyen lesz majd ott főzni az amerikaiaknak? Igen, és akkor ezt úgy tudnám elmondani, hogy óriási a várakozás már a karcagi birka, uh-huh. hogy megismerjük. Ugye Washingtonban rengeteg magyar él, uh-huh. és ugye nekünk is a tolmácsunk egy nagyon aranyos fiatal hölgy lesz, aki ugye majd koordinálja ezeket a dolgokat, és már ő, tehát a Gyuri fiammal úgy e-maileznek, uh-huh. meg telefonálnak is, mondja, hogy óriási érdeklődéssel várják már ezt, hogy milyen az a karcagi birka, uh-huh. mert ugye akkor azt még elmondom, hogy amikor a gasztrolongyal kim volt a tanyán ott nálunk, és ott megfőztünk egy birkát, ugye a Dunatév, a Dunavörd jó voltából, hogy az egész világon ezt látták, és ugye Washingtonban rengeteg magyar él. Uh-huh. És ugye ott látták, hogy a csontos tanyán fő a birka, és ugye mikor ezt már ugye megtudták, hogy majd a karcagi birka is, igen, hát a személyes ismerősök uh-huh. is ott vannak, és a karcagi birka ott lesz bemutatva, ugye, mint fő étel, így mondom, tehát nagyon várják. És magát a fejet is, hogy nem is tudják elképzelni, hogy az a perzselt fej, hogy milyen. Tehát óriási már az érdeklődés, ahogy én tudom attól a hölgytől, aki majd minket ugye ottan delegál, vagy koordinál, vagy ő lesz a tolmácsunk. Hogyan zajlik a logisztikája ennek a dolognak? Innen visznek mindent, mert ugye megbeszéltük, hogy fontos az alapanyag is, vagy hogy lesz ez megoldva ott a helyszínen? Igen, tehát az Amerikai Egyesült Államok óriási, tehát hogy mondjam, olyan kitételeket szab, hogy még a fűszereket se a paprikán kívül nem tudunk kivinni, tehát a birkát meg abszolút nem, uh-huh. mert ugye egy az, hogy ugye a repülőgépen ugye nem tudjuk kivinni a birkán. Tehát azok az eszközök, azok a tárgyak, ami a főzéshez kellenek, azok tehát a kaszonyok, kések, a pásztorkultúra, az a bundák, csengők, kolompok, kalapok, uh-huh. kampok, azok már április 20-án belettek hajózva. Tehát azok már hajóval, szerintem már ott is vannak. Tehát ugye a birkát azt onnan kapjuk. Tehát meg minden az alapanyagból főznek akkor? Így van. És a vörös hagyma? Tehát ott van bolt, és akkor ez az összekötő nekünk, ők mindent beszerez. Tehát ott már ugye minden elő van készíten. Nekünk le kellett adni az alapanyagoknak a mennyiségét, hogy akkor mihez, ezt át kellett gondolni rendesen. Ez óriási. Azt mondom, hogy Gyuri fiam vette ki ebből az oroszlán részét, de óriási munkát végzett. Tehát itt úgy képzeld el, hogy az utolsó bicskatartón le kellett mérlegelni, hogy milyen súlyú, mekkora mérete, miből készül, tehát ugye vannak ugye a kések a fémből, fából, bőrből, szőrből, akármiből, tehát ezeket mindet ugye föl kellett vezetni, miből készül, milyen terjedelmű, mennyi a súlya, tehát ez egy óriási munka volt, és ez még mai napig is mindig folyamatában, hát ha bár majd lecsengőbe, de még mindig vannak azért, amik tisztázni kell dolgokat, tehát a logisztikája ez a dolognak, hogy majd ott kapunk meg mindent is. Pontosan ezt mondták hozzáértő emberek, vagy kíváncsi emberek, tehát jó intolótól kérdezték, hogy és nem is lesz ott milyen birkát főztök, hogy nem is lesz az a birka bőrköd olyan, uh-huh. mint a mi a széki birkából fő. Erre felmondta Gyuri fiam, hogy mi megtudjuk, hogy milyen birka fő ott, de és nem tudjátok meg ezt sose. Tehát ez, hát mi is ott szembesülünk a dolgokkal, de én úgy gondolom, hogy az is csak egy négy lábú állat, az a birka, amit olyan rossz nem lehet. Olyan rossz nem lehet, tehát ezeket a fűszereket azért a kézipogyászban, hogy tört paprik, ami nagyon lényeges, hát az igen. azért csak kivisszük. De az és nincs is ott igazából, nem? Vagy azt nincs, mondják, hogy azt nincs. Küldeni szokták, a kinti magyarok küldetik maguknak. Igen, meg hát annyira nincsenek képbe, ugye, mert slambutot is ugye kell készíteni, uh-huh. tehát mint pásztorétet, hogy nekünk ott kell majd meggyúrni a lebbenstészt, hát uh-huh. férfiaknak. Hát ugye állunk elébe ezeknek a dolgoknak is, mert meg tudjuk, meg kikockázunk, csak ugye nem tudják, hogy a slambutot, tehát száraz tésztába készítik. És akkor ezt a most frissen kiszaggatva, vagy lemetélt lebbencset ugye beledobjuk a bográsba, abból lesz egy hatalmas nagy csiriz masszak, vagy lenne, hát ugye erre majd mi is készülünk. Tehát
ezekkel ugye nincsenek ezekkel tisztában, hát meg hogyan is lennének, de majd megmutatjuk nekik, hogy kell. Hát Gyuri bácsi, mi nagyon szurkolunk, hogy minden jól sikerüljön kint Amerikába, és nagyon kíváncsiak vagyunk majd az utána lévő élménybe számolóra, úgyhogy biztos, hogy Gyuri bácsit még ide visszavárjuk majd egy interjúra az amerikai út után. A múlt héten Karcagon ülésezett a Hungarikum Bizottság. És nagyon szépen közöm, és biztos is fogunk jönni, és úgy legyen, és Hungarikumán nyilvánították a karcagi birkapörkölt főzési hagyományát. Azon az alkalmon Gyuri bácsiék főzték a birkát. Hogy sikerült, milyen visszajelzéseket kaptak? Igen, hát végül is pontosítok, Gyuri fiam főzte a birkát, én már csak ott voltam, mint vendég, vagy megfigyelő, vagy elhívott, hogy apuka, gyere már, legyél ott velem. Tehát nagyon nagy siker volt az igazsága. Nagyon jól sikerült a birka pörkölt. Hát ugye az ebéd után az volt a viszony, ugye oda jöttek a minisztériumból, ugye, akik megjelentek, Hungarikum Bizottság tagja is. Tehát csak felső fogon beszéltek a birka pörköltről. Nagyon jól sikerült, és én nekem volt egy nagyon személyes jellegű esetem, hogy így mondjam. Oda jött a Lezsák Sándor úr, ugye az országgyűlés alelnöke. Őt hát nagyon régen ismerem, mert mikor a rendszerváltás után már egyszer egy 4 éves ciklusban volt egy birkafőző verseny. Akkor még ugye az MDF keretén belül került ez megrendezésre. És az egyik alkalommal a Lezsák Sándor úr volt a zsűri elnöke. És én akkor a főző versenyen első díjat nyertem, és ő adta nekem a díjat is. Mondja nekem, hogy ő neki még mindig a fülébe cseng a csontos név, és azóta már nagyon sokat hallott a családról. Most meg ugye mi főztünk szintén erre a Hungarikumra jelölés kapcsán a birkát, tehát nagyon ült, hogy személyesen meg is, most is találkoztunk, és tehát én nekem is egy óriási élmény volt. A másik az, hogy még emlékezett rám, hogy ott találkoztunk. Tehát én nekem ez csak egy személyes jellegű élményem volt, és nagyon, nagyon jól esett. És elmondta, hogy ő is sokfele járt már, sokfele vett birkapörköltöt. Ezt azt hiszem elmondták ott többen, de olyat, mint a karcagi birkapörkölt, ugye, olyat nem készítenek sehol. Mert egy kicsit már túlreagálják a dolgokat, vagy nem úgy készítik föl. És még akkor ennek a kapcsán egy kicsit kapcsolódik az a dolog, hogy Gyuri fiam, ez volt csütörtökön, ugye a Hungarikumán nyilvánítás napja, és Gyuri fiam szombaton főzöttként magyar kanizsán lett, oda lett meghívva egy birka, egy-egy főző fesztiválra, és ott első helyezett lett, megnyert a főzőversenyt, és azok az emberek, akik látták a TV2 által sugárzott bejátszást, és mondják, hogy nem, ez nem igaz, nem hiszem el, hogy még szombaton a Morgó csárdában főztél, és itt most már itt egy magyar kanizsán, és akkor itt főzöl, és azok az emberek, mondja Gyuri fiam, hogy olyan hálások voltak azok a külföldön élő magyarok, idős bácsik orra mentek, gratuláltak és nézték, ugye, mert ilyen öntött kaszolibor nem is nagyon főszeg ott arra is. Egy az, hogy tehát oda is el tovább hírelt, így mondom, a karcagi birka pörköltnek a hírét. Gyuri bácsi, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó utat kívánunk, sok sikert, és visszavárjuk majd, hogyha hazaérkeznek. És nagyon szépen köszönöm a meghívást, az, hogy itt lehettem, és az, hogy elmondhattam ezeket a dolgokat. És még egyszer én is nagyon köszönöm azoknak az embereknek, akik úgy állnak hozzá, hogy szívből. Én egy kicsit úgy, tehát mondanám az önkormányzat részéről is a hozzáállást, mert ugye őket is fölkereste a dr. Csonka Takács Eszter, és ők is annyira pozitívan álltak hozzá, nagyon örülnek, hogy kikerülünk. Nem csak a csontos család hírét, hanem a karcagváros hírét is öregbítsük, és még egyszer mindenkinek nagyon köszönöm, aki pozitívan ítéli meg ezeket a dolgokat. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást. Köszönjük, hogy itt volt, Gyuri bácsi. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.